vagyunk újra, és megyünk tovább a következő témával. A műsor elején már ugye felsoroltam, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Biztos van, aki még emlékszik rá, de aki nem emlékszik, vagy most csatlakozott, vagy emlékezhetne rá, de elfelejtette, ezt hosszan ragozhatnám még. Egy a lényeg, hogy elmondom megint csak, hogy mivel folytatjuk, majd milyen témával, szakmai nappal, tehetséggondozással fiatal korban. A Borsodabói Zemplén megyei pedagógiai szakszolgálat Kazincz Barcikai tagintézményétől van itt Széplaki Ágnes, megbízott tagintézmény vezető. Üdvözlök! Üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket. Viszonylag röviden sikerült elmondanom a titulust, igen, és hogy honnan, de hát ezek így szoktak lenni. Igen, egy megyei szervezetnél azért ez van, előfordul. Van pár szó, hogy... igen, amit használni kell. Jó, nézzük akkor egy picit, kaptam én is tőled egy kis súgó papírt még ehhez a történethez, hogy rá tudjunk koncentrálni jól, hogy mi is ez, vagy hol lesz, mi lesz, mikor történik meg. November 5-én kedden 4 órakor, hogy a Don Bosco sportközpontban lesz ez. Kiknek szól, kiket vártok, kit hívtatok meg, kik jöjjenek csak úgy, és örültek nekik. Erre a rendezvényre negyedik alkalommal kerül sor. A Kazincz Barcikai Pedagógiai Szakszolgálat tehetségkoordinációt végez a járásban, és célunk ezzel a rendezvénnyel, hogy a járásban az intézményeknek be tudjuk mutatni, hogy melyik intézményben milyen tehetséggondozó munka folyik. Ezért várjuk szeretettel az érdeklődő pedagógusokat, szakembereket, szülőket, vagy csak egyéb érdeklődő közönséget, akik érdeklődnek ezben a témában. És akkor ugye beszéltük még, mielőtt adásba kerültünk volna, hogy akkor itt háromféle főcsapás van, hogyha minden igaz, ugye óvoda, iskola, és akkor lesz majd még egy harmadik téma, de akkor kezdjük talán az óvodánál. Egy óvoda, több óvoda? A járás összes óvodájában tehetséggondozást végzünk. Ez egy szűrővizsgálattal szokott kezdődni. Szeptember-októberben zajlanak az óvodákban a szűrővizsgálatok. Ebben a tanévben 767 óvodást szűrtünk meg. Ez az 5 évet betöltött óvodásokra vonatkozik, akik iskolába mennek. És ezek közül, a gyerekek közül válogatódnak ki azok, akikben egy kis tehetségígéretet látunk vizuális területen. Tehát ez a tehetség, az óvodás tehetséggondozásunk, az egy vizuális területen folytatott tehetséggondozási program. És ebben a konferencián összevont óvodáknak a tehetséggondozó programját ismerhetik meg az érdeklődők, és meglepetésként lesz egy kis bemutató is az ő munkájukról, úgyhogy 30 óvodás részvételével lesz egy kis műsor és egy kis betekintés. Na most ez a vizuális dolog, ez nyilván akkor valamiféle rajz alapú történet lehet, bár igen, azt gondolom, hogy az óvodásoknál is lehetne már akár azt is látni, vagy hallani, hogy valaki mondjuk kommunikatívabb, mint a többiek, van benne egy pici szereplési véna adott esetben, vagy akár jó a hangja, hát látunk nem feltétlen tehetséggondozó műsorokat, de mondjuk akár az interneten is bele lehet abba futni, hogy 5-6 éves gyerekek remekül énekelnek olyan dalokat, amiket hát énekes nők tudnak egyébként előadni. Tehát ilyen vonalon nem kell nézni semmit, csak a rajz alapú, tehát hogy megnézitek, hogy ki rajzol szépen, és akkor te tehetséges vagy. Nem, nyilván több területen lehet egy gyermek tehetséges. A mi tehetséggondozó szűrésünk erre a vonalra helyezi a hangsúlyt. Nyilván a Kodályban mondjuk a zenés énekes tehetsége kibontakozása folyik. Nálunk erre irányuló szűrés van, és erre kialakított 30 órás tehetséggondozó program megy minden óvodába az egész tanév folyamán. Tehát mi történik azokkal, akik mondjuk tehetségesnek találtatnak? Akik tehetségesnek találtatnak, azok részt vesznek ebben a programban, és heti egy alkalommal gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus irányításával egy fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. Ebbe próbálunk a gyerekeknek újabb ötleteket adni, hogyan tudnak kreatívabban, még ügyesebben rajzolni, és segítjük az ő útjukat ezen a területen. Ezen a szakmai napon, az óvodai résznél tulajdonképpen akkor ez fog elhangozni, vagy minden óvodának lesz egy képviselője, aki elmondja, hogy náluk akkor ez hogy folyik még ezen túl adott esetben, hogy csak ez hangzik el, hogy hát ez a csapat akkor kimegy minden óvodába, és akkor keressük a vizuálisan tehetségeseket. Nem, ez a tehetségnap most nem a szakszolgálatnak a munkájáról szól, hanem felkértünk járásban intézményeket, akikkel kapcsolatunk van, az összevont óvodák fog bemutatkozni, és az ő tehetséggondozó programjuk fog bemutatkozni ezen a rendezvényen. Ezen kívül
Szegedről meghívtunk egy általános iskolát, a Sajó-Szentpéteri Kossuth Lajos általános iskola fogja bemutatni tehetséggondozó programját, és a középiskolák sem maradjanak ki, úgyhogy a Irényi János Református Oktatási Központ is bemutatja a tehetséggondozó programját. Ezekről nyilván tudunk valamit mondani, akarunk-e, vagy ez legyen meglepetés annak, aki ott majd elmegy és meghallgatja? Hát nyilván minden területen, minden intézmény bemutatja majd a saját programját. Én ebben nem folynék bele különösebben. A szűrővizsgálatokról, meg a mi tehetséggondozó programjainkról tudnék még beszélni. Az iskolai, tehát nem csak óvodában, hanem iskolában is van tehetséggondozó program. Tehát, hogy mi csináljuk, és nyilván minden iskolában megjelenik, a legtöbb iskolában megjelenik tehetséggondozó program. Ez teljesen változó intézménye válogatja, és mi azért szeretjük ezeket a konferenciákat, mert itt egyre nagyobb látásban látjuk, meglátjuk azt, hogy melyik intézményben milyen tehetséggondozó munka folyik, és ezért várjuk a szülőket is, mert nyilván, hogyha valaki intézményváltás vagy intézményválasztás előtt áll, akkor sokkal könnyebb eldöntenie, hogy melyik iskolába szeretné beiratni mondjuk a gyermekét, hogyha már tudja, hogy a gyermeke tehetséges valamilyen területen, akkor szerencsés olyan területre vinni, beiratni, ahol ezt ki tudják bontakoztatni. És az iskolákban, ott miben merül ki a ti dolgotok, vagy ez, hogy megnézitek, hogy ők mit csinálnak? Nem, az iskolai tehetséggondozó programunk az máshogy alakul, nem, már nem vizuális területen. Harmadik, negyedik évfolyamon van nekünk egy szűrővizsgálatunk, ami anyanyelvi és matematikai képességeket szűr, és ennek a szűrővizsgálatnak az eredményeként kerülnek kiválogatásra anyanyelvi területen kiemelkedő gyerekek, és ezeknek a gyerekeknek nem úgy, mint az óvodában, hogy egész évben fejlesztjük őket, hanem nyáron egy egyhetes napközis tábor keretében tudunk egy ilyen tehetséggondozó csomagot adni, úgymond, ami részt tudnak venni nálunk az intézményben. Ez ugye a harmadik, negyedik, azt mondtad? Harmadik, negyedik. Feljebb történik-e valami? Hetedik, nyolcadik. Feljebb történik valami, minden iskolában, a saját tehetséggondozó programjában tud utána részt venni a gyermek. Mi, amit tudunk biztosítani, és amivel el tudjuk indítani a gyerekeket, hogy a tehetségútlevelet állítunk is számukra, mind az óvodásoknak, akik a tehetséggondozó programban részt vettek, mind pedig az iskolásoknak, akik részt vesznek ebben a programban, és ez a tehetségútlevél, ez segít nekik abban, hogy a későbbiekben nyomon tudják követni az ő fejlődésüket. Ebbe tudják regisztrálni azt, hogy milyen versenyeken vettek részt, hogy miben tehetségesek, hogy szépen nyomon követhető legyen, akár a középiskoláig is, vagy további tanulmányaikig, hogy ő mikor, melyik életszakaszban, miben vett részt, és miben volt kiemelkedő. Hát a tehetség megtalálása az valamilyen szinten magyarult van, sok embernek magának sem megy, hogy ő maga miben tehetséges erre rájönni. Mondjuk lehet, hogy egy külső szem, vagy egy külső szemlélő még ebben jobban is tud tenni, vagy jobbat tud tenni, mert egy ilyen külső szemlélőként tud rátekinteni, hogy hát szerintem neked ebbe az irányba kéne elmenni. És sokszor halljuk, nem tudom, színészektől, vagy bármilyen előadó művészektől, akár íróktól is, hogy hát ő magától lehet, nem is indult volna ebbe az irányba, de volt egy tanára, aki elkezdte ebbe az irányba terelgetni. Tehát ez nyilván egy nagyon fontos dolog, tehát innentől kezdve értemes valóban a pedagógusokat is egy picit arra coachingolni, vagy trenírozni, hogy észrevegyék valakiben azt a pici valamit, amivel aztán lehet, hogy adnak neki egy életre szóló lökést. Igen. Nyilván nálunk a szakszolgálatban azért pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségével van összeállítva egy olyan szűrőprogram, aminek az alapján ugye meg tudjuk találni ezeket a tehetségígéreteket, mert igazából ilyenkor még csak tehetségígéretekről beszélünk, főleg óvodáskorba. Ezeknek azért még nagyon sok, ezeknek a csiszolatlan gyémántoknak még nagyon sok egyengetésre és segítségre van szükségük ahhoz, hogy ténylegesen akár felnőtt korukban egy tehetséges ember váljon belőlük. Hát a csiszolatlan gyémántot említetted, de itt ugye csiszolt gyémánt is lesz. Igen. A csiszolt gyémánál azt jelenti, hogy ő már nagyon ki van forva tehetségileg.
Igen, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy erre a szakmai konferenciára, ugye minden évben próbálunk olyan Kazincbarcikához köthető csiszolt gyémántot találni, aki már valamilyen területen valamilyen eredményt elért, úgyhogy idén a kamaravirtuózok győztesét, a Tamburentiótból Kerek Csombort sikerült meghívnunk, aki ugye kazincbarcikai, és ő elfogadta a mi meghívásunkat, úgyhogy Csomborral lehet majd találkozni a konferencián. Ő bemutatja az életútját, hogy hogyan lehet igazából csiszolt gyémánttá válni, és hallgathatunk majd tőle egy kis előadást és egy kis betekintést az ő. Hát akkor sok minden lesz. Igen. Tulajdonképpen ezen a napon, ami mondjuk el még egyszer, akkor november 5-e, 4 óra, és a Don Bosco Sportközpontban lesz maga. Igen. Ez a szakmai nap tulajdonképpen. Hát szerintem mindent nagyjából elmondtunk, érintettünk. Aki érdeklődik az esemény iránt, az nyugodtan menjen el, hiszen azt is talán beszéltük, hogy nyilván intézmények meg vannak hívva, de szülőket meg nagy szeretettel vártok, és mert bárki, aki befér, és hát beférnek, sokan beférnek. Igen. Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Oké, köszönjük szépen, és nagyon szépen köszönöm. Érdemes elmenni szerintem is, mert egy jó programnak ígérkezik.